Engedje meg, polgármester úr, hogy gratuláljak az újra választásához. Köszönöm szépen. Számított rá őszintén? Hát, beszéltünk erről korábban, igen, alapvetően optimistán vártuk a választásokat, ugye én azt is reméltem, hogy a testület zöme, akikkel újraindultunk tulajdonképpen, egy fő cserélődött a csapatban, hogy a zöme az be fog kerülni, illetve egészen konkrétan azt mondtam, hogy szerintem a teljes csapat be fog kerülni majd a választáson, és ez tulajdonképpen így is lett. Nyugodt, elégedett, visszaigazolták a választók, hogy jó az, amit eddig csinált az elmúlt időszakban, vagy időszakokban, és akkor minden így megy tovább. Ez egy jó kérdés. Nem, nyilván most azért van mit átgondolnunk. Tehát szerintem ilyen szempontból jó, hogy van még néhány hónap tulajdonképpen a következő ciklus elindulásáig. Nem azért, mert elégedetlennek az eredménye, tehát azt gondolom, hogy elég stabil eredmény született, hanem a, hogy is mondjam, csak a kampányban elhangzott észrevételeket én azt gondolom, hogy érdemes, akár a másik oldalra megfogalmazott észrevételeket érdemes megfontolni és átgondolni, hogy hát ha onnan is be tudunk emelni a munkákba egy-két dolgot, úgyhogy ezt meg fogjuk tenni a következő időszakban. Van, amit ebből el mer árulni most, hogy mi az, ami kritika érte, amit érdemes megfontolni? Igazából azt látom, hogy a kommunikáció, ami én néha úgy érzem, hogy már sok, amit teszünk, hogy az például még mindig nem elég. Tehát itt most egy konkrétan arra gondolok, hogy olyan dolgok merültek fel a kampány során, és még csak azt sem gondolom, hogy hátsó szándékkal vagy tudatos csúsztatásként, hogy úgy egészen meglepődtem, hogy zsámbéki polgárok, adott esetben a választásra jelentkező, vagy arra a különböző önkormányzati pozíciókat megpályázó zsámbéki polgárok, így ezeknek az információknak a hiány vannak. Tehát azt látom, hogy ebben még mindig van mit fejleszteni, és valamilyen módon próbálnám ezt majd tudatosabbá tenni. Tehát nekem volt egy konkrét ígéretem a választásokkor. Nem sok konkrét ígéretet tettünk már olyat, amit papírra vetettünk, és ki is adtunk. A mi munkánk alapja az elmúlt 10 évben is egy közösségi tervezésnek az eredménye volt, amiben több száz zsámbékit tudtunk bevonni 2015-16 környékén. Ez a zsámbék 20-30-nak hívtuk akkor, tehát hogy milyennek képzeljük el zsámbékot 2030-ban, ezt fogalmaztuk meg. És az biztos, hogy itt a ciklus elején egy zsámbék 20-40-es programot fogunk indítani, hogy közösen próbáljuk meg megfogalmazni, és akkor tulajdonképpen azokkal is, akik ezen a választáson ellenünk indultak, ők is be lesznek vonva ebbe a munkába, vagy bevonhatják magukat ebbe a munkába, beléphetnek ebbe a munkába, és akkor tényleg közösen tudjuk megálmodni zsámbék jövőjét a következő 10-15 éves periódusra. 2029-ig szól a mandátuma, és ha letölti, akkor összesen mennyi ideig vezeti ezt a... Ki tudja, hogy indul-e újra, de mondjuk addig mennyi lesz a polgármesteri éveinek a száma? Nekem ez a harmadik polgármesteri ciklusom lesz, tehát ez 15 év. Előtte kétszer voltam a polgármester, összességében 23 év önkormányzati munka lesz akkor mögöttem. Ennyi idő azért bőven elég, hogy valaki visszavonhatatlanul a munkája rányomja a bélyegét egy település fejlődésére. Mire a legbüszkébb eddig? Ez egy nagyon nehéz kérdés, tehát igazából általában fogalmazom meg, tehát én azt gondolom, hogy ez, különösen az elmúlt 10 évre igaz ez, a zsámbék infrastruktúrája jelentősen változott, pont az elmúlt 5 évben elképesztő mennyiségű, tehát 3 milliárdnyi pályázati pénzt tudtunk behozni, aminek egyébként ugye a kivitelezési része tulajdonképpen idén indul mind. Azért ettől kicsit szomorú lettem volna, hogyha mondjuk ebben nem vehettünk volna részt, bár nyilván az is szép dolog, hogyha az ember a városának megszerzi azokat a forrásokat, amiből aztán fejleszteni lehet, de így most megkaptuk arra a lehetőséget, hogy végre is hajtsuk ezeket az ügyeket. Hajtsák is végre, és akkor ne feledkezzünk el a Blues Picnicről sem, ami szintén az önpolgármestersége alatt vert gyökeret, most már mondhatni. Jön a pihenés? Még nem, de majd június-július fordulóján igen, tehát akkor lesz családi nyaralás és a többiek, addig dolgozunk tovább.